megakadt az indító! Ó, ne! Ha nem szerezzük vissza, nem lesz szülinapi ajándék! Gyorsan, Hana! Kövesd az autót! Sam! 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 Igen, Elvis? Szerinted nem kéne segítenünk Steel parancsnok úrnak? Sam gabajodott tömlő! Biztos, hogy jól van, uram? Igen, köszönöm, Sam! Jól vagyok! Nyugalom! Azt mondja, hogy jól van. Légy óvatos, James! Szinte próbálok az lenni! Ó, Sam imádni fogja ezt a tortát! Ó, jaj, valaki összezsugorította Jupiter! Esett a cukormáz! Ezt most elkapom! De hát még egyet sem kaptál el, Norman! Jól van, hogyha ezt sem kapom el, akkor tiéd lehet a legjobb sapkám! Oké! Elkapom, 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 elkapom! Anya, azt én akartam elkapni! Én szoktam ilyet csinálni. Ó, ne! Mandy, dobj nekik egy mentővet! Ó, hívom bent! Nem fog menni! Körmöspálcás szigeten van! Felhívom Sam bácsit! Price Hanával, James-el és egy óriási tortával a tengeren sodródik. Dilys Price Hanával és James-el és egy óriási tortával a tengeren sodródik. Penny, gyere velem a vízimentő állomásra. Elvis, te segíts Steel parancsnok úrnak. Vettem, Sam. Gyere szépen, gyapjas. Jól van. Megvagy. Nagyszerű volt, Sam. Nem egyedül csináltam. Egy csapat vagyunk. Hát, én nem csináltam semmit. Dehogy nem. Tényleg? Igen. Szép hasast mutattál be a matracon. Gyere, Mandy! A lovon megyünk el a körmös pálcás ponthoz. És legyőzzük James-éket. De én nem tudok lovagolni. Én sem. De mennyire lehet nehéz? Még nyereg sincs rajta. Jaj, Mandy, lovagolni könnyű. Csak felülsz és azt mondod, gyí! Láttam a tévében. Szó se lehet arról, hogy felüljek arra a lóra. Túl veszélyes. Nincs semmi veszélyes ebben a lóban. Gyerünk! Nekem elég veszélyesnek tűnik. Ennyit a térképetekről! Sikerülni fog! Tényleg én fogok nyerni! Várjunk! Hova mész, Paci? Paci? Segítség! A sárba ragadt. Hívd tűzoltó szemet, Sarah! Addig a térkép alapján megtalálom, hol vagyunk. Norman Price egy lovon sűrű, ragacsos sártócsába ragadt. Norman Price egy lovon sűrű, ragacsos sártócsába ragadt. Vettem, uram! Szóljon Ellie-nek, hogy hozza Phoenix-et, ott találkozunk.
állatmentés lesz. Neked is velünk kell jönnöd, Lizzy. Rendben. És még valakire szükségünk lesz. Arnold? Gyere, indulunk! Ellie, ne felejtsd el kikapcsolni a szirénát, nehogy megijesszük a lovat. Vettem, Sam. Íme! A sárkányom! Elképesztő! Hihetetlen! Te gyulladt! Mi? Wow! Oh. És éppen felénk tart! Ah! Jaj, ne! Pont az állomás felé tart! Legjobb lesz, ha hívom tűzoltó szemet. Egy tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie fajtáját. Na, ez új. Egy tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie fajtáját. Az én Bessie-m ott van. Tűzoltószem, levegő 100%. Levegő 100%. Bessie? A tüzet eloltottuk, és Bessie jól van, uram. Köszönöm, Sam. Hát, Ellie, talán nem sikerült elvégeznem a füstszobás gyakorlatot, viszont megküzdhettem egy tűzokádó sárkánnyal. Így van, Elvis. Ó, jaj. Úgy tűnik, hogy Norman most kiadós fejmosást fog kapni. Tűzoltó szemtől? Nem, rosszabbtól. Norman Price, el se hiszem, hogy majdnem felgyújtottad Steel parancsnok úr Nellie-jét. Úgy hívják, hogy Bessie. Steel parancsnok úr Bessie-jét, Norman! Sajnálom, anya. Hidd el, nem szándékosan csináltam. Tudom, hogy baleset volt, Norman, de a tűzzel játszottál, és azt sohasem szabad, ezt ne felejtsd el. Tudom, tűzoltó szem. Soha többé nem teszem, anya. Várjunk csak, ez a legjobb kalapom. Én mondtam. Norman, azt mondtad, a bátor lovagok hordanak ilyet. Most még nagyobb bajban vagy, Norman Price. Gyere ide! Ó, oh, Sam, éppen időben. Ó, oh, köszi, Penny. Lássuk, milyen gyorsan tudtok felöltözni. És rajt! Szép volt, srácok! Most vetkőzzetek le, visszamegyünk az állomásra, és meglátjuk, milyen gyorsan veszitek fel az állatmentő egyenruhát. Minden rendben, Elvis? Ó, igen, megvagyok. Menjetek, mindjárt csatlakozom. Szóval, keményen fogunk dolgozni, nagyon keményen! El kell készítenünk annyi pizzát, amennyi nagyapának kell. Sara! Sara, ne játsz a ninja répával! Segíts pizzát sütni! Bocsi, James! Igen, James! Mármint igen, a séf! Ha? Hello, James! Csak ellenőrizni szerettem volna, hogy álltok, tudod? A pizzákkal! Minden rendben, nagyapa! Időben készen lesznek! James,
Még meg kell sütnünk őket. És nincs sok hely a sütőben. Ha! Van még egy sütő az emeleten. Sarah, vidd fel azokat a pizzákat a sütőbe. Igyekezz már! Ennyi. Már nem tehetünk több pizzát a sütőbe. Betettem amennyit tudtam az emeletibe, James, mármint chef, de még mindig rengeteg van. Ah, nálunk is van egy sütő. Remek! Vidd a maradékot és tedd a sütőtökbe, Hannah! Menj, menj, menj! Igen, chef. Igen, nagyon jó. Kridlington, úgy látom, maga a vízimentő egyenruhában van. Igen. Nem tudom levenni. Akkor nem mozduljon. Azt hiszem, van hozzá megfelelő eszköze. Az állatmentő egyenruha színe lágyabb, hogy ne ijedjenek meg tőle az állatok. Olyan anyagból készült, amiben könnyen lehet mozogni. Nos, lássuk, milyen gyorsan tudjátok felvenni. Gyorsan, Kridlington, vegye fel az állatmentő ruhát. Ó, oh, Norman, olyan szörnyű! Lady Puffy tapancs nem is hallgat rá egyáltalán! Aha! Most már értem, ezt szeretnéd csinálni. Oké, akkor játszunk! Hozd vissza! Gyerünk! Hozd vissza a labdát! Hol van Lady Puffy tappancs, Norman? Igen, azt hittem, Lady Puffy tappancs visszahozza neked a labdát. Vissza is fogja, csak várj! Tudjátok mit? Túl messzire dobhattam a labdát, mert olyan erős akarom. Biztosan kilométereket kell szaladnia utána, úgyhogy jobb lesz, ha segítek neki. Aj, hol lehet? Lady Puffy tappancs! Ne aggódj! Segítek! Ne aggódj, Lady Puffy tappancs! Már megkaptam a körmöspálcási úttörő kúszójelvényét! Az Lady Puffy tappancs! Gyere vissza, Lady Puffy tappancs! Gyere vissza! És az ott Norman! Hívjuk fel tűzoltó szemet! Így, kiegyensúlyoztam. Közel visz, addig itt tartjuk ezeket, amíg vissza nem viszik. Bocsi, még egy darab. Lady Puffy tappancs és Norman beleestek a folyóba. Lady Puffy tappancs és Norman beleestek a folyóba. Elvis, hozz Szaturnuszt! Trevor megette a kolbászomat! Nyugalom! Megtaláljuk őket! Elindítom Szaturnuszt! Most! Ez nem autós büfé! Itt menjünk balra! De mi menjünk le a rakpartra! Most jobbra! Ne izgulj, Lee! Ez ezerszer jobb, mint a hullámvasút! Mondtam már, hogy nem bírom a sebességet! Balra vagy jobbra? Balra! Jobbra! Jaj, nem, a kedvad! Na és? Karton újrahasznosító!
Erre! Ne! Erre! Ne! Arra! Ne! Arra! Leállítottam a motort, de a fék most sem működik, és egyenesen a romok felé tart. Elvis, dobd gyorsan egy kötelet a buszra, hogy lelassítsuk. Úgy érted? Igen! Vedd elő a lasszódat, és pörgesd meg! Tapossa fékre, Penny! Ez a megcsin fickó egy nagy ágyú. A fiatalkori énemre emlékeztet. Ez James, egy elszabadult gokártban hajt a rakpart felé. James Jones egy elszabadult gokártban hajt a rakpart felé. Én is ezt mondtam. Segítség! Hol vagyok? Nyugalom, James! A nyomodban vagyok! Hiha! Bámulatos mentés, Sam bácsi! James, a dobozoknak kellett volna ütköznöd. Ha, talán jobb lenne, ha én lennék a saját kaszkadőröm. Azt hiszem, hogy ezek a mutatványok túl látványosak, Norman. Sajnálom, Sam, de ne aggódj, már csak egy jelenet marad hátra, és egyáltalán nem lesz veszélyes. Esküszöm! Rendben, Norman, sok szerencsét! Jake Pont, szuperkém! 57. jelenet! Leszámolás a szélhámossal! Felvétel! Á, Mr. Bond! Már nagyon vártam önt. Kesztyű új! Nagy ellensége! Ez csapda! Kettes Bond, megkötözni a foglyot. És ennyi! Kötözzük meg a dublert! Nem szeretem a filmforgatást! Sem a székhez kötözést! Hagyd abba a panaszkodást! Nincs más dolgod, mint átengedni a napsugarat ezen a nagyítón, és a keletkező hővel elégetni a kötelet. Pofon egyszerű! Felvétel! Ennyi! Vége! Jobb, ha most azonnal felhívjuk tűzoltó szemet! James Jones egy gyúlékony olajtartályokkal teli garázsban rekedt. James Jones egy gyúlékony olajtartályokkal teli garázsban rekedt. Bocs, Ryan. Most nézzük
Meg mennyire vagy kondiban, radar? Ó, remélem, hogy nincs komoly baja. Gyerünk, öreg, képes vagy rá? Már mindenfelé kerestük azt a rókát, Hana. Jobb, ha lassan elindulok vissza. Ne! Trevor, kérem! Ha nem találjuk meg, anyu nagyon mérges lesz. És ha elmegy, sosem jutunk vissza. Tudja, igazi hős lenne, ha segítene nekünk, Trevor. Há? Belement valami a szemedbe, Norma? Nem, én... Nézd, fenn a fán! Látok valami vöröset, és mozog is. Megvan a róka! Leszedem onnan! Nem ász fel! Túl magas ez a fa! Bízz csak rám! Végtére is! Én vagyok az úttörők vezére! Bár csak ne ettem volna meg azt a húsos pitét ebédre! Még feljebb, Trevor! Most egy kicsit balra! Ez az! Sikerült! Ez nem is róka? Hát akkor mi? Papírsárkány. Nem esett baj a Trevor? Talán nem. Ideje hívni tűzoltó szemet. Megnyugtathatlak mindnyájatokat, radarkutyus teljesen egészséges. Hurrá! Most kissé összezavarodtam. Akkor miért olyan bánatos radar mostanság? Arról fogalmam sincs. Ügyes fiú! Megérdemled a kedvenc csokis nasidat. Nem erészeld! A csokoládé nem tesz jót a kutyáknak. Sok ilyen csokis nasit adtál neki. Hát, nem. Igen. Egy keveset. Rejtély megoldva. Trevor Evans egy szikla széléről lóg lefelé. Trevor Evans egy szikla széléről lóg lefelé. Penny, mi ketten Vénusszal megyünk. Elvis, szólj Tomnak, hozza a helikoptert. Vettem szem. Kapd el őket! Büszke vagyok rád! Köszönöm, hogy elviszed a karamell almákat. Ó, várj, nyitam. Elvis, kérlek, ne feledd, ne főzd a karamellt túl sokáig, különben megkeményedik. Maradjon nyúlós. Értem. Nyúlós a jó. Ó, fincsi karamell alma. Alig várom, hogy kész legyen. Aha! Megállni! Még nem, uram. A karamell még hiányzik róla. Ó, ezt nem fogom kibírni. Na, hogy megy, Elvis? Aha. Azt hiszem, új karamellre van szükség. És új lábasra. Na hát, Sara, ez bámulatos. Mi a bámulatos? Hol van? Kösz, én csináltam, nos? Kíváncsiak vagytok az én játékomra? Igen! Bármire csak... adjuk a múmiást. De... Tehát a játék neve, tedd vissza a kísértett macska farkát. Más is érzi ezt az égett szagot? A házam! A denevérem! Olyan békés itt minden, igaz? Tűz van a kávézóban! Állj! Felhívjuk tűzoltó szemet! Bip-bip-bip! Bip-bip-bip! Célterület! A konyha teljesen tiszta. Azt hiszem, Steel parancsnok végre lemondott a karamellalmákról. Nem, ott bujkál, nézd csak! Tűz ütött ki egy gyerekzsúron a kávézóban.
Ízített két gyerek zsúrral a kávézóban. Én hozom a feszítővasat. Szép volt, Elvis. Igen, szép volt, Kridlington. Mindig is tudtam, hogy sikerülni fog. Igen, jól van, minden rendben, vissza az állomásra. Hát, remélem, Mike legalább olyan jó lesz, mint én. Hello, körmöspálcás! Szeretném nektek bemutatni a bandám legújabb tagját. A gitármester 2000-et. Van egy hely, amit ismerek, ahol mindig köszönnek. Az új bandatag nem itt olyan, mint Elvis, igaz, apa? Olyan lesz! Tekert fel szépen, Joe! Ó, jaj! Ó, ne! Elvis sosem csinálná így! Apa, le kell látni! Valaki hívja gyorsan tűzoltó szemet! Mike Flagg gitárgépe elszabadult, és felgyújtotta a színpadot. Mike Flagg gitárgépe elszabadult, és felgyújtotta a színpadot! Elvis, Ellie-vel hozzátok Jupitert, Penny, ti Arnolddal hozzátok Vénuszt, én hozom Merkurt! Arnold, vigyetek mindenkit biztonságba! Elvis, kapcsold le az áramot! Penny, te segíts eloltani a tüzet! Vettem, Sam! Áram lekapcsolva, Sam! Nem hiszem, hogy a gitármester 2000 elő tudja adni a szólóját. Mindenki hátrébb! Igen, legalább 5,5 méterre el kell távolodnotok a biztonságotok érdekében. Sajnálom, hogy a gitárgépem tüzet okozott, Sam. Sam, ide! Itt vagyok, Elvis! Állj! Nem így kell cselezni, majd én megmutatom. Ide, uram! Szabad vagyok, Steel parancsnok úr! Nyugalom, uralom a helyzetet! Go! Nem, Elvis. Ha rendesen figyelsz, egy-kettőre maestro szakács lesz belőled. Nem akarok maestro szakács lenni, engem most a meccs érdekel. Először kinyújtjuk a tésztát, bellissimo, ilyen kerekre, így né. Aztán jöhet egy nagy adag paradicsomszósz. Utána ráhelyezünk egy maroknyi incsiklandó mozzarellát. Elkészült! És most végre nézhetem a meccset. Utálok pizzát sütni. Sam, ide!
A labdát nem szabad megfogni, igaz? Nem, nem szabad, Elvis. Büntetőrugás a körmöspálcás esének. Az évszázad büntetőrugása következik. Oh! Állj! Tanuljatok inkább a profiktól. Így kell végrehajtani egy büntetőrugást. Édes jó Istenem, de hisz ez egy öngól. Ez az! Gól! Gól? Felejtsd már el a foci meccset! Inkább nézz a lábad! Elé! Mamma mia! Norman, mit műveltél? Nagyon sajnálom. A takarítást bízd rám. Inkább vedd ki a pepperoni pizzát a sütőből, és vidd el bennek a rakpartra. Oké, Bella. Na, ez nem igazság. Lemaradok a meccsről emiatt a fránya pizzáját. Ezt nevezik támadásnak. És ez védekezésnek. Így nem sok tennivalónk marad itt. Akár haza is mehetünk. És nézzétek ezt az ollórúgást! Jól vagy, Mandy? Így áll egy kis vizet. Köszi, Penny! Megcsúsztam, de nem esett bajom. Nagyon mélyen vagyunk. Hogy hozzuk fel, Penny? Én nem tudom felvinni, mert ketten nem férünk itt el. Ki kell találnunk valamit. Mi ez a zaj? Mi folyik odalent? Úgy hallom, Steel parancsnok a kézikocsit javítja. Mostanra már biztos denevér szárnyakat növesztett, és fejjel lefelé lóg. Szegény Mandy nevér. Múzi, van itt egy barlang térkép. Már is adom. Ezek a barlangok errefelé haladnak a hegy belsejében, a régi bányák útvonala pedig erre van. Közel húzódnak egymáshoz. Pont, ahol Mandy is beszorult. Indulásra kész! Hála két szakinak! Két irányítóra is szükség lesz. Kitart velem? Az életmentés sokkal inkább a te asztalod, Norris. Penny! Hallasz engem? Penny! Álljatok hátrébb! Állj ide mögém, Mandy! Az egész hegy remeg! Ne aggódj, Mandy, ez csak szem! Tűzoltó szem. Köszönjük! Lehetnétek kissé körültekintőbbek. Bocsánat, Sam. Sam bácsi, oda nézz! Jaj, ne! El kell oltanunk, mielőtt terjedni kezd! Hé,
Hol vannak az ütők? Amik? A gumilapátok. Szóval az a helyzet, hogy az volt az evezők. Utoljára a vízben láttuk, ahogy elsodorja a víz. Mindenről Norman tehet. Nem érdekel, hogy ki tehet róla. Ha nem oltjuk el azonnal a tüzet, villám gyorsan terjedni kezd. Nem tört el. Úgy látom, csak egy kis zúzódás. Hála az égnek! Mondja, mi az ördögöt csináltak itt? Mi csak kandisztunk. Értem, de remélem előtte mindenki bemelegített. Nos, én... És fokozatos volt a terhelés. Erdőtűz a malom közelében. Erdőtűz a malom közelében. Megállni! Most hová indul mindenki? Ez a csapat nem alkalmas most a mentésre. De tűz ütött ki az erdőben. Attól tartok, uram, ez most a mi dolgunk lesz. Tessék! Ó, igen, hogy mi? Én megyek, hozom a sisakomat. Mindenki húzódjon hátrébb! Mindjárt érkezik az erősítés. És hol vannak a többiek, uram? Később elmagyarázom. Mi jöttünk és készen állunk a mentésre. Értettem. Akkor oltsuk el ezt a tüzet. Maguk vigyék a tömlőket, én pedig majd csapkodom. Sokkal gyorsabban eloldhattuk volna, ha nem veszítitek el azt a két gumilapátot. Sajnáljuk, tűzoltó szem. Ebben a hőségben létfontosságú, hogy a kis tüzeket gyorsan eloltsuk, mielőtt terjedni kezdenek. Nem kellett volna rájuk bíznom azt a gázpalackot. Ez is igaz, Trevor. Semmi nem hasonlítható egy jó kis erdőtűz eloltásához. Egyetért, uram? Természetesen. Jól van, uram? Elfogyott a szuszpajtikám. Normaxo az őrből érkezett. Tényleg? És melyik részéről? Körmöse bolygóról. No hát, lehet ott kapni szivacs tortát? Már hogy lehetne, ha egyszer nem is létezik olyan? Nem hisztek nekem, mi? Akkor érezzétek Normaxo kozmikus fagysugarának erejét! Nézzétek, nem vezeti senki a vonatot! És kigyulladt! Nézzétek, Sam bácsi itt is van! Most már nem lehet baj! Csak semmi pánik, gyerekek! Menjetek a vonat végébe, és nyugodjatok meg! Másik oldalon szállok ki inkább. Penny, jöhet a B-terv. Veszem, Sam. Gyorsabban, Ben. Vigyázz a jégen! Sam, Titán nem megy át a jégen. Vettem, Penny. Tom, hallasz? Szükség lesz velemi egyre. Úton vagyok. Nem szeretem az elszabadult vonatokat, amik kigyulladnak. Csinálj valamit, Normaxo! Normaxo felhívja anyát! Felhívom az idegen pajtásokat az intercellás kommunikációs eszközön, hogy jöjjenek! Az a cipőd, Norman! Norman, erre most nincs idő! Telefonálok! Repülj a vonat fölé, Tom! Bízd csak rá! Normaxo, nézd! Működött a telefonod! Ez egy UFO lesz! Egy UFO? Vigyázzanak! Norman? Elbújok az idegenek elől!
Sajnálom, Sam, vissza kell mennünk a mentőközpontba, amíg véget nem ér a hóvihar. Túl nagy a hó! Ez az. Hó! Itt kiugrottok! Éles hang szól, baj van ám, tűzoltó szem készen áll. Hogyha gond van, ott terem, len a mélyben vagy hegyen, hogy helyet itt jön Szem, a tűzoltó.